10 éves fennállását, ha úgy tetszik, születésnapját ünnepelte a Koppánymonostori Magház az elmúlt szombaton. Nem ez volt azonban az egyetlen kerek évforduló, ugyancsak 10 éves létét ünnepelték a komáromi talpasíjászok, a Komárom környéki civil társulás és a Kerecsen ifjúsági egyesület. A civilház udvarán délután kezdődött mulatságba azokat invitálták, akik jelen voltak a magháznál történt első kapavágásoknál, az építkezés során vagy a berendezésnél. Követő időszaktól aktív partnerként jelen vannak az itt tevékenykedő civil szervezetek sorában. A magház megálmodója az ugyancsak 2 évtizede működő Élettér Egyesület tagsága, mely azóta ernyő szervezetként segíti és támogatja a fiatalabb civil szervezeteket. A mai nap azért érdekes számukra, mert a 20 éves Élettér Egyesület május 9-én került bejegyzésre a győzelem napján, tehát mondjuk nyilván ehhez a illeszkedő hétvégét lőttük be már a tavalyi évben, hogy a születésnapot akkor ide tesszük. Maga a partnerség vagy az együttműködés az mindig is fontos volt, és azt gondolom, hogy azok a szervezetek, akik itt dolgozunk, tevékenykedünk Monostoron, mondjuk szűkebb értelemben Monostoron, akár az országban, akár Európában, tehát több tagszervezettel vagyunk kapcsolatban, szakmai hálózatoknak vagyunk tagjai, alapítói, és hát ez nagyon fontos ilyenkor. Úgyhogy örülök nagyon annak, hogy mondjuk az ország számos területéről jönnek ide most ma vendégek. Annak is örülök, hogy maga az ünnepi hangulatot egy hazai zenekar, az Ördöngős Népzene Tanoda, illetve egy devecseri flárebeás cigányzenekar fogja szolgáltatni, akik szintén a partnerség, az együttműködés jegyében vannak itt. Felültem a széles világ magára, szaboláját nem tettem a száját. Borul az ég, mindenben ő nem terül. Az Élettér Egyesület és a magház szervezetei komoly terveket dédelgetnek a jövőben is. Maga az építkezés az nem itt zajlik majd tovább, hanem Komáromba. Tehát vásároltunk egy ingatlant, egy második házat, ha úgy van, és akkor tulajdonképpen azokat a tevékenységeket, amelyeknek kevésbé van realitás a Monostoron, azokat bevisszük Komáromba, és ez pedig megmarad annak a kis külvárosi, falusi jellegnek, aminek működik, és ahogy működik. A magház szervezetei az együttes gondolkodásban, a kölcsönös segítségnyújtásban hisznek. Az, hogy azok a szervezetek, akik itt vannak, azok tulajdonképpen nem bérlik az épületet, hanem ha nem is fizikailag tulajdonosai, de mégis tulajdonosai, mind a fenntartásban, mind az üzemeltetésben. És az is nagyon fontos, hogy nem egyforma teherrel, tehát mindegyik egyesület a maga lehetőségeihez mérten járul hozzá ennek a fenntartásához. Tehát van olyan szervezet, aki mondjuk nem fizet bérleti díjat egy éven keresztül, vagy akár több éven keresztül, másfajta tevékenység az, amivel segíti ezt a közös munkát. És azért ez a nagyon fontos, hogy úgy tudunk együtt dolgozni, hogy nem mutogatunk egymásra, nem emeljük ki, hogy most ez nem sikerült, vagy az nem sikerült, hanem mindig segítjük az akkor éppen gyengébb szervezeteket, mindig próbáljuk segíteni. Hát nyilván a tulajdonos, az Élettér Egyesület a meghatározó, tehát ma olyan szakmai tartalommal és múlttal bír, ami tulajdonképpen egy módszertani segítségnyújtás a többieknek, de egy nagyon jó ugródeszka most ez a kisebbeknek, tehát tulajdonképpen az Élettéren keresztül most más szervezeteket próbálunk meg helyzethez és szerephez juttatni. A születésnapon ünnepi köszöntővel készült Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő, az Élettér Egyesület alapító és tiszteletbeli elnöke, aki a magház és civil létének jelentőségéről is állást foglalt. Ezt követően köreikből elismerték az önkéntesek odaadó munkáját,
kezet, majd baráti beszélgetések közepette fénykép mustrára csalogattak, a születésnapon ugyanis a falakat multidéző kiállítások díszítették. A vendégek nem távoztak üres kézzel, az általuk felkarolt és szeretett Szentpál-sziget gyümölcsösének javát ajándékozták barátaiknak, egy üvegbe zárt gyümölcsszörp formájában, és az egykori monostori kalendáriumból is lehetett egy-egy régi példánnyal gazdagodni.